Üdvözlök mindenkit itt a YouTube csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Egy újabb utazóval fogok most interjút készíteni, Szőnyi Race Machine Ferenccel, aki keresztül bicajozta Amerikát és Ausztráliát, rengeteg Ironman-en, triatlonon van túl, a himalájai futóversenyen is részt vett, rekordok vannak a háta mögött, spártatlanok, inkább felsősorolok mindent, a Wikipédián, a Facebook oldalán láthatjátok az eredményeit, hihetetlen, hogy mennyi minden van már mögötte. Nem is húzom tovább a szót, hívjuk Ferencet, készítsük vele egy interjút. Szép jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy össze tudjuk ezt a beszélgetést hozni veled, Feri. Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök! Te is egy utazó vagy, de picit speciálisan, mert te a sport, a versenyek miatt utazol a legtöbbet. A te életedet mennyire borította meg, a te versenynaptáradat mennyire borította meg ez a furcsa helyzet? De ezt nem csak, hogy megborította, hanem teljesen át is fordította. Tulajdonképpen a világnak a másik részén, a sötét oldalon találtuk magunkat egy szempillantás alatt. Gyakorlatilag 3 hónapja mindent törölt. Az az élet sajátságos fura fintora, hogy mi március 11-én érkeztünk haza Amerikából, és 12-én rendelték el szinte világszerte a karantént. Úgyhogy mondhatni, az utolsó pillanatban érkeztünk haza egy hosszú amerikai utazásból. Ti, amikor Amerikában voltatok, akkor már információk gondolom csordogáltak, és tudtátok, vagy valamit sejtetetek. Milyen érzés volt ott lenni Amerikában, hogy hú, ebben most egy világjárványba így belecsöppenünk? Utólag nagyon könnyű elemezni ezeket a dolgokat, de ott és akkor ez még nem látszott. Amit tudtunk, vagy láttunk, az egy influenza járványhoz hasonló valami, ami korábban is előfordult egy-egy ilyen felröppenő hír. Nem volt semmiféle káosz vagy különleges intézkedés, holott rá egy-két napjára tényleg az egész világot lezárták, sőt Amerikát is. Amerikában nagyon higiénés alapszabályok is vannak, tehát ami nekünk innen Európából nézve furcsa, az a kézfertőtlenítő folyamatos mindenholi használata, ami nem volt kirívó eset, mert ott mindig is volt ez, tehát a plázákban, a nagy intézményekben, tömegközlekedést mindenhol voltak kitéve ilyen kézfertőtlenítők. Maszkot nem viseltek érdekes módon még szinte senki. A külföldi turisták, különösen távol-keletről érkezetteken lehetett látni, de az korábban is, tehát nem volt különleges előkészület. És most, ha nézzük a jelent és a jövőt, már van bármiféle hír versenyekről, valami konkrétum, vagy még mindig várjátok a híreket? Az ember az nagyon alkalmazkodó kész és képes. Én is az egész életem erről szól, hogy megpróbálunk alkalmazkodni valamihez. Ez a nevezhetjük sorscsapásnak is egy kicsit kinyitotta ezt a fajta érzékelőnket, tehát megpróbálunk alkalmazkodni. Sajnos minden versenyt töröltek, és nekem számomra egy nagyon fontos dolgot is törölt a világ. Az előadások, a motivációs tréningek, ezeket is mind-mind töröltük, nincsen közösségi szerveződések. Most már hát egyrészt az otthoni megmérettetések, meg ezek a különböző kódon instant versenyekként szerveződő dolgok, ezek úgy, mintha alattálódnának az emberekhez, és alkalmazkodnak, meg mi is megszokjuk ezeket. Egy-egy versenyek már vannak, hétvégén is már volt egy-egy kihívás. Úgy néz ki, hogy lassan-lassan visszatér az élet. Augusztus közepétől már tisztán látszik, hogy újból indulunk, és van hova készülni, van mit csinálni, és van miért élni. Milyen versenyekre készülsz konkrétan, és hogy néz ki az edzésterved most? Egyébként olyan sorsszerű, hogy az ember akkor sérül, mikor nem csinál semmit, de engem mindig nagyon jól elkerültek ezek a dolgok. Vagy ha volt is, megemésztettük, felemésztettük, mindig tudtam kezelni. És sajnos már 4-5 hónapja kilódok egy sarki problémával, de rengeteg humán házi megoldást próbálva, keresve, végül se kellett mennem szakorvoshoz, de az orvos sem tud segíteni sajnálatos módon, nem látszó szervi probléma. Értők azt mondják, hogy a talpi bőnyéhez hasonlóan sarki bőnyével van dolgunk, de ugye ez egy lágy részi, amit megpróbálunk a legmodernebb eszközökkel is gyógyítani, éppen most kérdeztem meg a lökéshullám terápiáról, épp a 6-at fogyasztottam el, sajnos nem látszik még a gyógyulás vonulata, úgyhogy ez most egy kicsikét offolja az én edzés meg a verseny napjaimat. Az az érdekesség, hogy úszni az megy, úszni azt lehet, bár a fordulásoknál vannak problémák,
De nincs hozzá kedvünk, mert a triatlon versenyt az összes törölték. A hosszú távú triatlon versenysorozat az idei évi törlésre került, de tudok kerékpározni. Ez egy nagyon nagy élmény és nagyon nagy öröm számomra, hogy kerékpárom viszont úgy van terhelve ez a hátsó rész, az Achilles nincsen különösebben piszkálva, és a cipő sem nyomja. Sarkamat is nem ütődünk a érkezéskor, úgyhogy kerékpározás maradt, ezt napi szinten fogyasztom. Nem is kicsi adagokban, mert ilyen 100-150-200 kilométereket szoktam magamhoz venni, meg hát itt volt a COVID-os lezárt határok, nekem speciális az élethelyzetem, én Komáromban élek. Komáromra azt lehet tudni, hogy két város tulajdonképpen, Szlovákia és Magyarország, én magyar oldalon élek, de kerékpáros edzéseimet túloldalon Szlovákiában szoktam végrehajtani. Nagyon egyszerű az oka, ott van tér, van terület, vannak nagyon jó minőségű kerékpárutak, Komáromot három irányba is el lehet hagyni egy nagyon jó minőségű kerékpáruton. A főútjaik is, mivel súlyhatárosak, Pozsonyi út, a Nyitrai, a Plákányi út is, itt alig-alig van kamionforgalom, és szélesek is, tehát nagyon jól lehet rajta közlekedni kerékpárral. Én nagyon szeretek oda átjárni, és mindössze két heten járhatunk át. Addig itt Magyarországon próbáltam meg utakat találni, hát inkább kevesebb, mint több sikerre. Örülök, hogy már két hete akkor újra tudod folytatni ezeket a biztonságos edzéseket. Nézve az elmúlt éveket, évtizedeket, mert nagyon régóta sportolsz, nagyon sok országban jártál. Fel tudsz sorolni mondjuk 5 olyan országot, amire szívesen visszaemlékszel sport és utazás szempontjából is? Jaj, hát hogyne. Hát ugye vannak a klasszikus európai országok, jártam Franciaországba egy 24 órás kerékpárversenyen, aztán Svájc, szívem csücske, különleges verseny helyszín a Rajnának a völgyében, 4 alkalommal is jártam, dupla távot, 5-szörös, 10-szeres távú Ironman-eket teljesítettem, és szinte mindegyiket meg is nyertem. Ez egy fantasztikus Európa, Olaszország, hát gyönyörű, edzéseken is szoktunk versenyen, és vettem már részt. Gyönyörű, nagyon szép. Aztán nézzünk ki a világba. Én imádom a világot, és nagyon sok versenyt teljesítettem a világ számos szegletében. Dél-Amerika, Peru, Argentina, gyönyörűek, gyönyörű kis országok, fantasztikus környezet, és ugye én nem csak versenyzem, hanem utazom is tényleg. Ahova csak mehetünk, mindenféle lehetőséget megragadjuk annak, hogy lássuk az országot. Autót bérelek, megnézzük a helyi nevezetességeket, és nem csak a helyieket, több ezer kilométereket teszünk meg. Októberben voltunk Mexikóban, ott is becsavarogtuk az országot, több mint 4000 kilométert autóztunk verseny után. Elképesztő, gyönyörű, elmentünk a Yucatán félszigetig, de tényleg bevarangoltuk Mexikót. Aztán Amerika, utolsó utazásom alkalmából épp Amerikából érkeztünk meg. Többször már vagy 8 alkalommal jártam az USA-ban. Mindig csipegetek, mindig magunkhoz veszünk valamilyen értéket onnan. Nyilván Amerikáról az embereknek a nagy házat, meg a gyönyörű épített örökség, amit az ember okozott vagy tett, de most a nyugati partvidéken, a Csendes-óceáni kaliforniai vidéken jártam, bebarangoltuk egész Arizonáig, Új-Mexikóig, és közben végrehajtottam 3 versenyt is, nem utolsó sorban, 250-es meg egy 100 kilométerest is, de autóval megtettük több mint 6000 kilométert, úgyhogy fantasztikus 3 hét volt. És hát egy másik szeglete a világnak, Ausztrália, életem egyik nagy álma vált valóra 2003-ban, kerékpárral átszeltem a kontinenst, több mint 3000 kilométert kerékpároztam, utaztam busszal, hajóval, repülővel, terepjáróval, egy fantasztikus utazás volt. Tehát az elmúlt évek sikertörténete, India, több alkalommal jártam már Indiában, 4 alkalommal. 2 alkalommal teljesítettem a világ legkeményebb és leghosszabb futóversenyét, 480 kilométert. E versenyekre való felkészülés akklimatizálódási időszakban is faltuk magunkba az indiai Himaláját. Nepálban is jártam, ott is megnéztük a fővárost, és tényleg felmentünk a magas hegyekbe túrázgatni. Fantasztikus élmények vannak a tarsolyomban. És várjuk is, hogy ezek az élményekről majd mesélj nekünk itt Bécsben, de itt megragadva a lehetőséget, én is sokat utazok, de nekem civilként is azért néha fárasztó a jetlag, meg várakozás, és társai, hogy neked sportolóként az időeltolódástól kezdve azért, az nagyon-nagyon nehéz lehet jól teljesíteni, hogy az utazásnak a velejárói is ott vannak. Nem könnyű, a jetlag az egy, hogy is mondjam, nehéz hozzá alkalmazkodni, nem lehet hozzá alkalmazkodni. Kétféle lehetőség van a sportolónak, vagy időben előtte odautazik, és ezt kivárja azt a napi egy órás alkalmazkodást, annyi kell állítólag egy embernek, naponta egy órát tud visszafele működnie az órája, vagy pedig, én szoktam ezt is alkalmazni, hogy lesortoljuk ezt a kérdést, tehát
egy-két éjszakai buli is szokott előfordulni az emberbe, túléljük mi ezt, tehát a verseny előtt egy nappal vagy két nappal érkezünk a versenyhelyszínre, magunkévá tesszük a jetleget, és letoljuk a versenyt, mint az állat. Tehát ilyen is elő szokott fordulni, mert van, ahol csak erre van idő vagy mód. Egy-egy de dupla távú Ironman-t is teljesítettem például Tampába vagy Floridában. Ott bizony elő szoktak ilyenek fordulni, hogy szerdán utazunk, csütörtökön besátorozunk, péntek reggel rajt, és akkor tulajdonképpen megemésztjük ezt, de ugye ott egy verseny több napon keresztül is zajlik, ilyen 40 órás versenyek is, vagy hasonló távok is előfordulnak. Ilyenkor ez nem jelent akkora problémát tulajdonképpen, tehát mind éjjel-nappal üzemben vagyunk. Nem semmi, maximális tiszteletem, tehát ez így hallgatni is nagyon komoly, meg én is azért sportolgattam, félmaratonokat futottam, és tudom, azért fejben, fizikálisan ott kell lenni, és ezek azért handicapek, akárhogy is nézzük, nagyon szép teljesítményeid vannak, és ezt gratulálok. Ha nézzük a jövőt, felsoroltál most nagyon sok országot, vannak álomversenyek, ahova mindenképpen el szeretné még jutni? Álomverseny visszajutni Indiában, pont most lenne az eredményhirdetés ezekben a napokban. Remélem, hogy jövőre megtehetjük és kijuthatok 480 km. Nem csak kijutni szeretnék, hanem megnyerni és világcsúcsot felállítani. Aztán szeretem volna visszatérni az idei évbe Amerikába, egy 20-szoros távú Ironman teljesíteni New Orleansba. Erre most nem látszik esély. Aztán még mindig a bakancslistánál maradva is, nekem az a sajátságos élethelyzet van, hogy annyi minden versenyt teljesítettem, hogy nehéz überelni ezt. Rész-Across Amerika még mindig nagy vágyam, kétszer teljesítettem már, de én már lassan 7 éve az utolsó teljesítésnek is, és van bennem egy kis hiányérzet ezzel kapcsolatban is. És ugye a kerékpáros edzések alkalmával nekem vannak ilyen érzéseim, hogy azért még van itt még klassz, van itt még lehetőség, és bár csak korcsoportban, de mindenképpen lehetne itt dobogóra állni, tehát fantasztikus fizikai képességekkel bírok, hála Istennek. Ezek, amik olyan igazi, igazi bakancslista. Drukkolok és figyelem, és a nézőknek is ajánlom, hogy figyeljék, hogy merre jár Ferenc, mert hihetetlen, hogy miket sikerült elérned, és bízom benne, hogy ez a lista folytatódni is fog a jövőbe. Ehhez kitartás, erőt kívánok, jobbulást a sarkadnak, és köszönöm szépen, hogy így két kezelés, pihenés között tudtál időt szállni erre a beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözöllek benneteket. Szép napot, szia Ferenc! Hello. Fantasztikus, hogy mennyi energiája van Race Machine-nek, hihetetlen, és nagyon örülök, hogy majd egyszer el fog jönni hozzánk Bécsbe, amikor időpontot találunk így a sok teendői között, mert rengeteg verseny van már mögötte, és rengeteg versenyre fog még elmenni. Reméljük, ezek nem sokára meg lesznek szervezve, és tudunk majd egyeztetni egy időpontról, hogy mikor jöjjön el hozzánk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, én mára ennyi voltam, holnap érkezek majd egy újabb videóval. Sziasztok!